Köszöntöm a Pannon Televízió szubjektív című műsorának nézőit. Magyar Kanizsán, noha sok minden más egyéb is történik, azért mégiscsak a sajnálatos migráns helyzet a legfőbb dolog. Minden területen átsevi a község mindennapjait, és hát sok embernek meg is keseríti az életét, viszont vannak, akiknek tevékenyen ki kell belelevedniük a részüket. Ezek közé tartozik a községi Vöröskereszt szervezete is. Ennek apropóján beszélgetünk a szervezet titkárával, Cseszko Mónikával. Üdvözletem, Mónika! Üdvözlet, hát szerettem volna valami más témáról jobban inkább, és kellemesebb témáról beszélgetni a Vöröskereszt kapcsán, mint a migráns helyzetről, de hát sajnos ez annyira szorosan hozzánk tartozik most, hogy akarunk, nem akarunk, muszáj vele foglalkoznunk. A községi szervezetek, humanitárius szervezetek közül természetesen a Vöröskereszt az, amelyik a leginkább kiveszi részét a migráns helyzet kezeléséből. Hát gyakorlatilag mióta? Már egy jó két hónapja, három hónapja aktívan benne vannak a tevékenységekben. Mivel indult, mivel kezdődött és hol tart most ez a munka? Vöröskeresztnek végig ez az idő alatt a feladata az volt, hogy a migránsok humanitárius szükségleteit megpróbáljuk kielégíteni. Ehhez kellett támogatókat is találnunk. A legelső időszakban, ahogy kialakult Kanizsa központjába, a Kisparkba vizet osztottunk, hiszen a legnagyobb melegek bejöttek, és nagyon sok migráns ott tartózkodott, vízre volt szüksége, amit így tudtunk biztosítani. Itt jött segítségünkre a tartományi élelmiszertartalék alap, ahonnan kaptunk vizet és élelmiszert, amit ott osztottunk. Már ugye tudjuk, hogy a községünk nagyon nagy erőfeszítéseket tett, hogy ezt a helyzetet megoldja, és kint a vásártéren van egy átmenő hely, ahol migránsok fölfrissülhetnek, tusolhatnak, és itt tudunk most naponta egyszer élelmet és higiénát, vizet osztani. A Nemzetközi Vörös Kereszt is úgy értékelte, hogy szükség van segítségre, így per pillanat három hónapon keresztül a Nemzetközi Vörös Keresztnek a segítségét osszuk, ami szintén élelem, higiéna és víz, amit most adunk. A munkát természetesen a Vörös Kereszt önkéntesei végzik. Hányan vannak bekapcsolódva ebbe a tevékenységbe? Korábban Cseszko Mónika maga is kint volt a csapatokkal a helyszíneken, de hát ha jól tudom, most már vannak annyian, hogy legalább onnan felszabadult, hogy a titkári teendőt is el tudja látni. Hát igen, folyamatosan kint voltam, úgy gondolom, hogy a példamutatás is fontos. Önkénteseink is vannak. A Magyar Kanizsai Vörös Keresztnek két munkása van munkaviszonyban. Most a Nemzetközi Vörös Kereszt jóvoltából tudtunk még egy személyt alkalmazni erre, valamint körülbelül 10-15 olyan önkéntesünk van, akit tudunk mozgósítani egy-egy alkalomra. Egy-egy ilyen akcióra hányan kellenek egyáltalán, mert hát ott azért elég nagy a tömeg, elég nagy a tolakodás, néha szét is akarnák kapkodni azt, amit visz a Vöröskereszt nekik. Hogy működik ez a gyakorlatban? Ez úgy működik, hogy a rendőrséggel közösen, tehát amikor mi kimegyünk az autóval, megpakolva élelmiszerrel, akkor a rendőrség ott van, és ővelük közösen. Tehát ők azok, akik biztosítják a munkánkat, és hogy mi tudjuk arra figyelni, amit a migránsokkal dolgozunk. 2-3 ember, de ha minden jól megy, akkor 4 ember az az ideális munkakörülmény, akkor megfelelő tempóba, megfelelő odafigyeléssel tudjuk végezni a munkánkat. Mi a tapasztalat? Látni a közösségi portálokon, hogy sokfelé a migránsok gyakorlatilag szétdobálják még a fel nem kezdett élelmiszereket is, tehát ilyen pástítomok, konzervek, becsomagolt kenyerek és egyebeket. Nálunk elfogadják, az rendben van, de elfogyasszák-e, vagy itt is aztán a szemétben köt ki esetleg az adott élelmiszer segély? Sajnos van példa tényleg mindenfélére. Amit mi próbáltunk tenni ennek érdeki elkerülve, mert azt tapasztaltuk, hogy egyrészről nem tudják, hogy a pástétom mire való. Az ő konyhai kultúrájukban a pástétom nincs jelen, nem ismerik ennek, hogy kell használni. Erre egy információs képeket állítottunk össze, és ezt kitettük, hogy hogyan kell használni a pástétomot.
Valamint többen mondják, hogy az íze, az íz, amit teljesen más, mint amit ők használnak, ízeket nem ismerik. Nagyon gyakran és sokszor is az is előfordult, hogy a migránsok visszahozták ezt az élelmet, tehát újra átadtuk adni másoknak. Természetesen láttuk, mi is tapasztaltuk, hogy van, aki eldobja, de próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez mind kevésbé forduljon elő. Ilyen helyeken, ahol 500-600, néha még 1000 ember is együtt van, és hát elég sok, hogy is mondjam, megrázkódtatáson egyében estek át az útjuk során, mire ideértek. Nyilván az idegállapotuk sem a legmegfelelőbb, és hát idegesebbek, türelmetlenebbek, és ebből eredően nyilván konfliktus helyzetek is kialakulnak egymás között is, de azt hiszem, hogy a Vöröskereszt irányában is volt az elejében egy néhány nem kívánatos esemény. A migránsok általában egymás közt, azt láttuk, tapasztaltuk, hogy egymás között viták alakultak ki. Felénk fordulva nem fordult elő ilyesmi. Tehát közvetlen veszélyben nem voltunk, ők egymás között vitába bonyolódtak bele. Ezért is van az, hogy mindnyájunk megnyugtatására, ők maguknak is, és nekünk is, hogy a rendőrség biztosítja a mi munkánkat, amikor kint vagyunk. Nyilván ezek az élesebb helyzetek is akkor a 39-40 fokos kánikulában a víz miatt következtek be, hiszen egymás kezéből is el akarták venni a megkapott vizet. Ha történetesen már látták, hogy nincs több adott pillanatban, és hát nyilván ebből eredtek ezek a viták, veszekedések. Igen. A Vöröskeresztnek minden mellett kritériumai vannak, tehát szeretném azt a tévhitet elosztatni, hogy mindenkinek adunk. Nem adunk sajnos mindenkinek. Elsősorban a gyerekeknek 18 éves korig adunk, a nőknek, valamint férfiaknak 60 év fölött. Tehát meghatározott kritériumok szerint dolgozunk, és nagyon nehéz elfogadni azt, hogyha nem kap, holott néha tényleg látjuk, hogy szükség lenne rá, de nem tudunk mindenkinek adni. Hol sikerül ezt a segélyakciót lebonyolítani? Kanizsán kívül van erre lehetőség, mert hiszen Martonoson, Orgoson is vannak menekültek szép számban. Vannak, tudunk róla. Próbáltunk is lépéseket tenni ennek érdekében, hogy oda is ki tudjunk jutni. Egyelőre nincsenek nekünk azok a föltételeink, amivel ki tudunk menni telepre. Egyetlen egy autónk van, amivel ellátjuk nem csak a migránsok feladatát, hanem a víradás szervezést, a népkonyha dolgait, mindazokat a munkákat, amiket mi egyébként csinálunk, és kapacitás nincs arra, hogy kimenjünk. Továbbá a Nemzetközi Vöröskereszt elég meghatározott körülményeket szabott meg arra, hogy az élelmet és a higiénát milyen körülmények között és milyen feltételekkel tudjuk kiosztani, aminek sajnos még egyenlőre a vásártéren kívül nincs más lehetőség. Dolgozunk rajta. Hidegek közelednek, már most is elég frissek a reggelek, ez a migránsoknak meglehetősen szokatlan hőmérséklet, legalábbis ők már ettől melegebb időben is azt mondták, hogy fáznak a reggelente esténként, és hát megtörtént olyan, hogy még a nagy sátorban is tüzet gyújtottak, amit természetesen az ottani felügyelők utána eltüntettek és megszüntették a tüzet, mert veszélyt jelentett a többiekre nézve is. Pokrócok és egyéb adományok összegyűjtésére, vagy juttatására van-e esetleg lehetősége, vagy ez már nem annyira a Vöröskereszt feladata? Tehát a menekültügyi biztosságnak van a raktáron takaróik, a Vöröskereszt pedig használt ruhaneműt szokott és lábbelit osztani, kivinni a terepre és azt szétosztani. Most itt felmerül a kérdés valószínűleg sok emberben, hogy léptenyomon azt látjuk és halljuk, hogy ezek a migránsok javarésze ugye minőségi ruhákban van, minőségi portékát hord, és hát mennyiben fogja majd elfogadni esetleg a használt ruhaneműt, ez egy nagy kérdés. Hát a takarókat nyilván elfogadja, hogyha fázik. Nem kínáljuk, tehát nem mindenkinek kínáljuk föl. A Vöröskeresztnek a feladata, hogy a legnagyobb bajban, a legnagyobb, leginkább rászorulónak. Tehát ezért van az, hogy kivisszük, és csak kizárólag a vásártérre a ruhaneműt, és aki nálunk jelentkezik, úgy élelmiszerért, higiénáért, mert ruhaneműt, ő fog kapni. Tehát mindegyik migráns maga döntheti el azt, hogy ő odaáll segítségért, igényli ezt a fajta segítséget, vagy nem. A migráns áradat sajnos nem szűnik még egyelőre, most is a legfrissebb hírek is több 10 000 migránsról számolnak be Görög-szigeteken, amelyek
egy része. Erre tart kérdés, hogy szeptember 15-ével ez mennyiben változhat majd meg, amikor a magyar törvényes előírások szerint másképp néznek majd a illegális hatásértésre, és bűncselekménynek számít. Talán előfordulhat, hogy más útvonalat találnak majd maguknak, de ha nem, mennyire van a Vöröskereszt felkészülve a további migráns áradat fogadására és ellátására ilyen értelemben? Igyekszünk megtenni. A Vajdasági Vöröskereszt által értesítve vagyunk, hogy szervezik azt, hogy a környező községek, akik nincsenek ennyire leterhelve munkával, mint most például Magyar-Kanizsa, hogy tőlük kapunk önkénteseket és szakembereket, akik segítenek nekünk is ebben a munkában. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon is jól jönne a Magyar-Kanizsai Szervezetnek, hiszen a végtelenségig ugye nem lehet ezt bírni, ennyi, ekkora létszámmal és ilyen emberi erőforrással, de talán majd akkor ez megoldást jelent egy kicsit, és fellélegezhet a Magyar-Kanizsai Szervezet is egy bizonyos időre. Az imént már említést tettünk arról, hogy más tevékenységet is azért párhuzamosan folytat a Vöröskereszt, tehát az ő megszokott munkája sem szakadt, meg a tevékenységek folynak. Senkinek a kárára nem történik ez a migránsok ellátása és élelmezése. Mik ezek a tevékenységek, amelyek a legjellemzőbbek, amelyek a leginkább mondhatók olyannak, hogy mindennaposak és a közösségük javát szolgálják? Mindenképpen megemlíteném, hogy legelsősorban a népkonyhát. A Magyar-Kanizsai Vöröskereszt raktárában 110 személyre van élelem, alapélelmiszer, amit biztosítunk a község népkonyha programjában. Valamint biztosítani tudjuk az étel szállítására az üzemanyagot Martonos és Horgos felé. Tehát ez egy nagyon komoly projektünk a községbe. Itt az itteniek viszont bemennek is. Igen, itt Kanizsán. Kanizsa, Martonos, Horgos Kanizsán, itt elkapják az élelmet, valamint szállítva van Martonosra és Horgosra. A szociális programunk nagyon komoly és erős szociális programja van a Magyar-Kanizsai Vöröskeresztnek. Szintén a Nemzetközi Vöröskereszt és a Szerbiai Vöröskereszt programjából tudtunk lehozni olyan programot, amivel a bárkanap közé tudjuk támogatni, és a fészeknap közé tudjuk támogatni. Ezek inkluziós programok, amik lehetővé teszik azt, hogy szakembereket alkalmazzunk ezekben a napközikbe, élelmet, higiénát vásároljunk az ott munkához, az ott lévő gyerekeknek, kollégáknak, kirándulásokat biztosítsunk, és így tudtuk a mosolytáborba is két napot segíteni abban, hogy az idén is minőséges mosolytábor tudjon szervezni a szociális központ. Néhány nappal ezelőtt az iskola kezdésre még tanszercsomagokat is osztott a Vöröskereszt, ha jól tudom, három helyszínen is. Mindegyik általános iskolába, Kanizsa község területén begyűjtik a diákok a tagsági díjakat tanáraikkal együtt. Ezt a tagsági díjat némi saját eszközzel megtoldva a Magyar-Kanizsai Vöröskereszt tanszercsomagot biztosított. Az idén így 200 tanszercsomagot tudtunk kiosztani az iskoláknak. Kanizsán már megtörtént, Oromhegyes, Orom, tehát mindegyik helységben, Horgoson, Kispiacon is ezek ki lesznek osztva a jövő hét folyamán. Ki kapják ezt? A diákokat a tanárok javaslatai alapján, tehát az iskolák állítják össze a névsort, hiszen ők ismerik a saját diákjaikat, és az ők javaslatára adjuk mi át ezeket a tanszercsomagokat. Tehát mindenképpen az erre rászoruló gyerekekhez jut ez. Így van, így van. Az idén kivételesen pedig ennek az előző programnak köszönhetően, amit mondtam, a fészek napközében is 42 plusz még 42 tanszercsomagot tudtunk biztosítani, valamint a fénybárkába, ugye azok a fiatalok már nem iskolába járnak, de viszont nagyon sokat sportolnak, tanulnak, szórakoznak, kirándulnak, nekik hátizsákot biztosítottunk ehhez a tevékenységükhöz. Hát azt hiszem, nagy hasznát fogják majd venni. Magyar-Kanizsa község már hosszú ideje, azt hiszem évtizedek óta talán, az ország egyik legjobb éradói közé tartozik, tehát itt a lakosság számához viszonyítva itt az élvonalban van az a vérmennyiség, amely összegyűlik egy-egy év folyamán. Hogy állunk a véradási akciókkal most? Maradt ez a tendenció? Ott vagyunk-e még, ahol eddig voltunk? Magyar-Kanizsa véradói mindig is nagyon aktívak voltak. Próbáljuk motiválni is őket. Most augusztusban kirándulni vittük a jelentkező véradóinkat.
Sajnos el kell, hogy mondjam, hogy még mindig az országos élvonalban vagyunk. Azzal, hogy érezzük azt, hogy a fiatal, aktív korú polgáraink tőlünk is elmentek. Tehát azok a véradóink, akik tehát aktív korban vannak, sajnos a jobb megélhetés reményében nincsenek Magyar Kanizsán. Értsük ez alatt azokat a fiatalokat, akik külföldre vándoroltak. Így van, a jobb megélhetés érezhető a vándorlásokon. Igen. Hát ez elég baj végül is, mert hát egy bizonyos utánpótlást jelentett a kiöregedő véradók viszonylatában, meg hát nyilván a vérátömlesztő állomás is megérzi majd ezt, hiszen Kanizsára mindig tudott támaszkodni. Ettől függetlenül azért az akciók mennek. Hány véradási akció van mondjuk egy év folyamán a Vöröskereszt szervezésében? Egész évben mindegy 30-32 akciónk van a község területén. Most szeptemberben egy lesz, 15-én Martonoson, valamint október folyamán 5 akció lesz, tehát amit így a közeljövőben fog megtörténni. A települések vonalán hol a legaktívabbak, hol a legerősebb a véradói készség, a hajlam? Hát ezt így nehéz lenne megmondani. Az igyekeznek, és tehát aki tud jönni, itt vannak. Tehát ez az, amit akcióról akcióra érzünk, hogy kicsit a fiatalok hiányoznak. Nagyon. Amint a migránsok kapcsán már említettük, ugye közeledik a tél, jön ennek a hidegebb idők, a tüzelő egyéb vonatkozásában a Vöröskereszt tud-e valamilyen segítséget nyújtani a polgároknak? Amit a Vöröskereszt szokott tenni, remélem, hogy az idén is lesz erre lehetőségünk, hogy azokon a településeken, ahol nincs népkonyha, ott osztottunk ki, júliusban már megtettük, megpróbáljuk ezt megtenni őszre is, egy 40 élelmiszercsomagot, ami körülbelül egy hónapnyi tartós élelmiszert jelent. Tehát azokon a településeken, ahol nincs népkonyha. Nyilván én minden a tevékenységet fel sem írtam itt magamnak, amire gondoltam, azon kívül a nyilván Vöröskeresztnek vannak még egyéb akciói tevékenységei, mikről lehetne még szólni, amelyek komoly jelentőséggel bírnak. Amit szeretnék külön kiemelni, az az általános iskolákba, különösen a kanizsai Zmáj iskolába és a horgosi iskolába az idén minden nyolcadikosnak szeretnénk megszervezni 4 órában egy laikus elsősegély nyújtó tanfolyamot. Az igazgatókkal nagyon sikerült ezt közös nevezőt találnunk, és alkalmat fognak erre biztosítani. Szeretnénk elérni azt, hogy mindenki, aki a kísérettségét leteszi, tudjon mentőt hívni, oldalhelyzetbe rakni a sérültet, esetleg egy újraélesztést megtanuljon. Ezt szeretnénk elérni az idei ősszel. Nyilván nem egy alkalomra tervezi ezt a Vöröskereszt, hanem megismételni minden évben, hiszen ennek csak akkor van értelme. Egy az, hogy frissítsék, akik már átestek rajta, meg az újabbak is megtanulják. Persze, sajnos kikerült az elsősegélynyújtás az iskolai oktatásból, de talán ilyen formában visszatudjuk ezt csempészni, hogyha így a tanárok is ilyen nyitottak erre, és tudunk együtt dolgozni. És így a végére még annyit, hogy személy szerint. Cseszkó Mónika hány éve aktív a Vöröskeresztben, és mióta van itt a vezetésben? Cseszkó Mónika, hát talán kiskora óta, de úgy aktívabban 10-15 éve voltam önkéntese itt a Magyar Kanizsai Vöröskeresztnek, titkárként 2 éve tevékenykedek itt. Mennyire megterhelő ez, akár a család vonatkozásában, akár a mindennapi élet, kikapcsolódás, egyéb pihenésre jut-e lehetőség, főleg most ezekben az áldatlan állapotok közepette? Személyzetet tudom, hogy tudatosan próbálom azt, hogy szükség van arra, hogy megtaláljam azokat a pontokat, ahol próbálja kikapcsolni, az önkénteseket is próbálom arra, hogy meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol mi jól érezzük magunkat, és ki tudunk kapcsolni a mindennapokból. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát mi mást kívánhatnánk, mint hogy ez a jelenlegi feszült helyzet, a migránsok okozta feszült helyzet, mielőbb véget érjen, feloldódjon. Talán van erre némi remény a tél közelettével, de ezt ugye nem lehet előre tudni, ki tudja még mit hoz a holnap. De azért, hogy annak érdekében, hogy a Vöröskereszt valóban vissza tudjon térni teljes mértékben abba a munkatempóba, abba a kerékvágásba, amelyben egyébként van, ez a helyzet múljon el, és
tényleg a polgárok érdekében, mint humanitárius szervezet éljen és dolgozzon tovább a Magyar Könyvzsei Községi Szervezet is. Köszönjük a beszélgetést! Reméljük a legjobbakat, köszönöm!